Kísérletünkben különböző vizeknek a fizikai tulajdonságait vizsgáljuk meg. A víz színét, szagát és a zavarosságát vizsgáljuk. A színt azt egyszerűen ránézésre tudjuk megállapítani. Ebben a középpohárban esővíz található. Ugye mindenki láthatja, hogy nagyon tiszta. Ebben a pohárban ásványvíz van. Az ásványvíz is ugye tisztának kell lenni, mert fogyasztjuk. Ebben a szenke vize van, lehet látni, hogy a szenke vize egy kicsit sötétebb, tehát valószínűleg van benne valami szennyeződés, és még ott békalencsék is úsztálnak a tetején. A tisza vize viszonylag tiszta. És a szamos vize pedig sárgás színű. Tehát valószínű, hogy ez a legszennyezettebb víz az öt közül. Nézzük meg a zavarosságát a vizeknek. A zavarossága az a bekerült szerves szennyeződésektől és szervetlen szennyeződésektől egyaránt függ. Okozhatja az agyag, a homok, különböző iszapszemcsék és szerves anyagok. Az esővíz nem tartalmaz ilyen szennyeződéseket, ezért nem zavaros tiszta. Az ásványvíz szintén tisztának bizonyult. A szenke víze valószínű, hogy koloid méretű szennyeződéseket tartalmaz. Ez okozhatja a színét is, de nincs leülepedve szennyező anyag az aljára. Tehát a zavarossága viszonylag megfelelő. A tisza vize, hát a környékünkön a tisza elég tisztán kerül át a határon, ezért lehet látni, hogy nem tartalmaz leülepedett anyagokat, tehát viszonylag szintén tisztának mondható. A szamos sajnos sok szennyeződést kap a gyűjtőterületekről, tehát a vízgyűjtőterületekről, különösen Erdélyben, Nagybánya környékén, és végig, ahogy halad, ipari szennyeződések és mezőgazdasági szennyeződések érik, valamint lemosódások, és ennek eredményeként lehet látni a színén is, és az alján lehet látni, hogy leülepedett szennyeződés van, tehát zavaros a víz. Tehát akkor a harmadik fizikai tulajdonságot vizsgáljuk meg, a víz szagát. Ehhez a vízmintákból kimértünk 20-20 ml, helyett 10 ml, mert a kémcsőben nem nagyon fért volna el. Ebben hőmérőt helyezünk, kémcsőfogót helyezek rá, és 50 Celsius fokra kell fölmelegítenünk, majd pedig meg kell szagolni az előtt módon. Felmelegítem. Először a szamos vizét. Lehet látni, hogy a vízünk 50 fokos. Igen. Most pedig megszagoljuk. Ennyi ammónia szaga van a víznek. Ugyanúgy elvégeztük a többi vízzel is a melegítés, és azt tapasztaltuk, hogy a többi vízmintának nincs szaga. Tehát ezek tisztának bizonyultak. Vizsgáljuk meg a víz szaga után a vizeknek a pH értékei. Először az esővízbe, mártunk bele az univerzál kis indikátorpapírt. Összehasonlítjuk. És azt tapasztaljuk, hogy 7-es pH-junk, tehát semleges kémhatású. A következő az ásványvíz. Az ásványvízbe is belemártam az univerzális indikátorpapírt.
összehasonlítjuk a skálával, ez is 7-es kémhatású, ez az ásványvíz szénsavmentes volt. A következő a Szenke vize. A Szenke az egy tó a környékünkön, tehát áróvíz. Megnézzük a pH értékét. 6-os 7-es között van, tehát ez is közel semleges kémhatású, majdnem ez semleges kémhatású. Aztán a Tisza vizét vizsgáljuk. Összehasonlítva, ennek a kémhatása is semleges, 7-es pH. És nézzük meg a szamosét. Hát egy kicsit 8-as, inkább 8-as pH felé tolódik el, tehát kismértékben rugos kémhatású, ami arra utal, hogy valószínű ammónia tartalmú szennyeződéseket tartalmaz.